A Bartók Béla női kar 1972-ben alakult. A közel 50 éves működés alatt igen nagy utat jártak be. Néhányan, akik az alakulás óta itt vannak, látják igazán ezt az ívet. Ők azt mondják, hogy egy lányénekkarból váltak, majdhogy nem profivá. Herczig Lászlóné 12 éve irányítja a szakmai vezetőként és karnagyként az együttest. A 12 év alatt nagyon sok megmérettetésen vettünk részt. Egy amatőr énekarról van szó, tehát nálunk nem kritérium az, hogy kottából tudjon valaki énekelni, viszont profi énekarnak számítunk ma már olyan tekintetben, hogy a kotta éneklést nagyon sokan elsajátították, és lelkesedéssel, kitartással és szorgalommal ezt a fokot meg lehetett ugrani. Rendszeresen részt veszünk, és kihasználjuk a lehetőségeket, hogy megyei szinten is, vagy országos szinten megmutassuk magunkat, külföldön is vállalunk szerepléseket. A kórusnak jelenleg dicséretes aranyminősítése van. A városban is rendszeresen megmutatjuk magunkat, hiszen a külföldi vagy a belföldi kapcsolatápolás mellett nagyon fontos, hogy kis hazánkban is megmutassuk magunkat, és hát legfontosabb azért mégiscsak a mi helyi közösségünk, illetve annak szeretete, és ez inspirál bennünket újabb célok eléréséhez. Szinte nincs olyan városi kiemelkedő rendezvény, ahol a Bartók kar ne vállalna szerepet. Olyan összetartó közösséget alkotnak, ahol az éneklés idézőjelben csak a kovász. Nagy lelkesedés kell hozzá, és kell egy családi háttér. Hát miután női kórus vagyunk, így elsősorban a férj, illetve hát a férjeknek a hozzáállása, hogy az ember minden hétfőn elmegy otthonról, lehet, hogy örülnek is neki. És tehát az, hogy egy közösséget összetartsunk ennyi éven keresztül, ehhez bizony olyan kitartás kell, és hát ilyenkor mindig elérzékenyülök, mert én vagyok az az egyetlen, amit a karnagyasszony mondott, hogy vannak, akik évtizedek óta, tehát én első perctől kezdve, és egyedül vagyok a kórusból. Tulajdonképpen mindig is a kórusnak kvázi vezetője voltam, de 96-ban, amikor egyesületté alakultunk, azóta én vagyok a kórus elnöke. Mindenik embernek a lelkében dal van, saját lelkét hallja minden dalban, és akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek. Amikor készülünk egy megmérettetésre, vagy egy helyi hangversenyre, ez mindig egy mérföldkő. Ez az én életemben is mindig egy mérföldkő. Erre készülünk. Egyre nehezebb műveket tanulunk meg. A repertoárunk igen széles, a reneszánsztól egészen napjainkig. Nagyon szeretettel énekeljük magyar szerzők műveit is, de nyitunk a könnyedebb, de igényes megszólalású minőségi művek felé is. Igyekszünk itt helyi szinten is megmutatkozni, és ezzel megmutatni a lehetőséget sokak számára, hogy ez is egy kellemes szabadidő eltöltés. Rendszeresen meghívjuk a Fusz János Zeneiskolában működő énekkart, aminek szintén én vagyok a vezetője, hogy a gyerekek is lássák, hogy annak a kezdetnek van egy kis folytatása, és ők nagy örömmel énekelnek a felnőttekkel együtt. Én ezt látom az utánpótlás egyik útja módjának, de hozzáteszem, hogy nagyon nehéz ez a műfaj, amit mi képviselünk, tehát egy klasszikus, hagyományos kórusmuzsika ápolása, ez sokak számára elérhető volna, szabadidő vagy egyéb okok miatt ezt kevesebben vállalják. A működéshez szükséges források kérdése, a fellépésekhez, az utazások finanszírozásához kardinális kérdés. Az anyagi javak megszerzése. És ez ma sokkal nehezebb, és őszintén mondom, sokkal nehezebb, mint 20 vagy 25, vagy akár még csak 15 évvel ezelőtt is. Tolna városával mindig is nagyon, nagyon jó volt a kapcsolat. Jelenleg is bármilyen kéréssel fordulunk a városhoz, segítik, támogatják a kéréseinket, pályázati, közművelődési pályázaton minden évben pályázunk. Hát örülnénk néha több, nagyobb pályázati összegnek is, de úgy vagyunk, hogy hát elég sok a városban az egyéb civil szervezet, és hát mindenki vár egy kis támogatásra, úgyhogy mi mindig örülünk annak, amennyi. Kórus összetételében az öme, az a kemény mag, akik évtizedek óta
énekelnek, és nagyon nagy öröm az, hogy vannak olyanok is, akik a kezdetektől fogva is tagjai voltak a kórusnak, tehát az ő rálátásuk a kórus fejlődésére nyilván még nagyobb, mint azok, akik most csatlakoztak. A célok nagyon fontosak és kellenek is, nem csak nekem, hanem a kórus elé, és nagyon érdekes, mert minden szereplés után már az első kérdés, és a következő kórus próbán mit fogunk csinálni. Tehát én úgy látom, hogy ők is várják, és szívesen fogadják az új ötleteket. A repertoárban igyekszünk olyan közönségbarát kórusműveket is becsempészni, amivel talán a tagjaink létszámát lehetne növelni. A Bartok Női Kar számára az idei esztendő újabb kihívást tartogat. Horvátországba készülnek egy nemzetközi találkozóra.